first class, nagyobb telep, nagyobb lövésszám, nagyobb kaliber. Idén inkább ezek. Meg vannak ezek a big boxaink, amik össze vannak állítva telepek, meg 100 lövéses telepeink. Ezeket keresik inkább jobban. Tavalyhoz képest az idei szilveszteri ünneplés látványos és hangos kellékeire is többet költenek Tolna megyében, mondta ez az árus. Idén úgy vettük észre, hogy a közepes és a nagyobb telepeink mennek jobban. Jobban összeállnak szerintem a családok vagy baráti társaságok, és több pénzt szánnak nagyobb telepekre. Ez a család 15 000 forintért vásárol szilveszterre tűzi játékot. Ahogy mondták, három gyerekkel otthon maradva ezzel próbálják emlékezetessé tenni az új évet. Hát ami szépen, szép fényes és nem túl hangos, de próbáljuk a gyerekeknek kicsit emlékezetessé tenni. Nagy számban vannak olyan családi vagy baráti társaságok, akik akár 50-60 ezer forintot is otthagynak a tűzijáték árusoknál. Sokan azt hiszik, hogy szilveszterkor bármilyen tűzijátékot fellőhetnek, pedig ez nem így van. Magyarországon ugyanis 4 kategóriába vannak sorolva a pirotechnikai termékek. Az 1-es, 2-est lehet egész évben magánterületen. A 36-ostól, amik piros színnel vannak jelölve, azokat csak szilveszter éjszakán. A fel nem használt vagy hibás 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevőnek 2020. január 5-ig vissza kell szállítani a forgalmazónak, aki ezt köteles térítésmentesen visszavenni.